Hello, sziasztok! Én Stonline vagyok, és ez a Rebirth. Folytassuk át a játékot. Őszintén leszek, egy kicsit régen játszottam a játékkal. Ez nyilván nektek is feltűnt így a csatornával kapcsolatban, hogy régen volt belőle a videó. Hát igen, most azért van elég sok játék, amivel játszok, és nem tudom, valahogy a Rebirth az annyira nem volt nagy hangulatom, de most ismételten úgy voltam bele, hogy akkor játszunk egy kicsit. Hogy mi az, amit ebben a részben meg fogok csinálni, teljesen nem tudom. Valami olyasmi fogalmazódott meg bennem az előző rész végén, ha jól rémlik, hogy az ilyen elzártott területeket, mint például, ugye keresek egyet, az ilyen, mondjuk ott nem lesz valószínűleg semmi se, de például egy ilyen épületet, ami ugye el van zárva, valószínűleg ugyanúgy meghalom, amíg a kuralják, egy ilyeneket kinyitogatni végül is mondhatni, és felfedezni, hogy itt mik vannak, ezzel további embereket toborozva, vagy pedig elvesztve, remélhetőleg inkább az előbbi, mint az utóbbi. De majd meglátjuk, hogy mi lesz. Illetve még amit megpróbálok majd megcsinálni, itt egy ilyen védvonalat kialakítani hátrafele is, de ehhez mondjuk ezt a részt itt el kéne tüntetnem. Mindenre valószínűleg nem lesz idő attól függetlenül. Nézzük, melyik rabbal milyen a státusz, melyik mit akarok csinálni. Nem vagy a legmegbízhatóbb ember, azt látom rajtad. Statisztikailag mondjuk szakásnak jó lenne legalább, de ahhoz nem is kell a legnagyobb ész. Jó, legyen ő az egyik, akit így, őt biztos, hogy be akarjuk. Ha téged instant veszünk be, tökéletes statisztika, te is tudsz szakáskodni, kertészkedésben tökéletesen tudsz segíteni. Harcészeti ügyileg jó vagy, tökéletesen jó vagy, kell lesz ide. És hogy ezen kívül mit lesznek még ebben a részben, azt nem tudom, úgyhogy valószínűleg, szerintem ennyi lesz ez a rész amúgy, hogy pár ilyen helyet felnyitunk. És meglátjuk, hogy mi lesz. Nem lesz attól függetlenül annyira rövid rész, hogy nem abból fog kiállni a rész, hogy egy blokkot kiveszek, és akkor így ennyi volt. Nyilván lesz azért ott valami kis plusz dolog. Biztos, hogy valami horse lesz, vagy legalábbis felfedezés, lootolás. Valami biztos, hogy lesz, szóval nem lesz annyira unalmas szerintem. Ha igen, akkor elnézést kérek. Én úgy készültem, hogy nem lesz legalábbis. Na nézzük itt a dolgokat. Ez itt mi a halálért zárt terület. Melyik hülye találta ki, hogy itt ne legyen tető? Azt hiszem én ezt bejelöltem, hogy ez tető nélküli terület, de mindegy. Még ki tudjuk tartani szerencsére az energiát, minimális mennyiség az, amit fogyasztunk, szóval nem egy vészes dolog. Mindenesetre az építőnk az menjen is bontsa le itt a dolgokat. Jó, valamennyi energiát már itt termelünk is, minimális, szóval... Bár ezzel is ma majdnem, hogy pluszban vagyunk, szóval jól állunk. És innentől kezdve már pluszot termelünk, egyik az még pedig nem is üzemel, három pedig így éppen, hogy csak elkezdte az energiát termelni. Teljesen jó. Mivel hogy állunk attól függetlenül? Mentális probléma, lúval egy kis berserk mód. Lezárjuk az ajtót és... melyiknek milyen fegyverzete? Minigun, oké. Okay. Sniper, oké. Okay. The Enfield. Tudom, ez egy ilyen sima túlélő puska, nálam ez egy Enfield, már csak az Arma 2 miatt is. Melyitök van készen? Sayuri. Legyen, Sayuri lesz itt az egyik ember, megpróbáljuk főként a két The Enfield-del megoldani itt a dolgokat. Már csak azért is, mert az ugye nem egy olyan fegyver, hogy vánsát. És nem akarjuk megölni. De ha muszáj, akkor hát ez van. Elnézést érte, meghal. Így járt. Vész esetén menjen, gyere te is ide sniperkedni. Ha ő el tudja sütni a fegyvert probléma nélkül, akkor valószínűleg már úgyis meg kell ölni, mert közel jutott. Jaj, csak a kutyát ne lőjétek agyon, meg a másikat. Egymás ne. Jó, mindjárt betöri a falat, még egy ütés, és konkrétan vásárolni kell. Igen. Sniper is on. AVP. Könnyű beleölni, legalább ennyi problémát megspórol nekünk. Nem nagyon kell félnem olyantól, hogy esetleg ránk támadnak. Consum, melyik micsoda? Burning, eszem. Gondolkodtam, hogy melyik micsoda. Azt hiszem ezt kell ahhoz, hogy elássuk.
Hát sajnálom, mert jó lett volna társnak, de hát ez van. Ki kellett írtani, hogyha egyszer ránk támadt, és a börtönőrünk az nem vízi pisztolyjal játszik nálunk. Valószínűleg a játék szempontjából holnap reggeli napon indítjuk a támadást az egyik ilyen terület ellen, amit ki fogok pucolni. Elsőre nézzük meg ezt, ez valószínűleg egy üres tartomány vagy terület lesz. Úgyhogy innen majd egyből jövünk is tovább. Na jó, nem, egyből ugorjunk neki a nehéz falatnak. Itt biztos, hogy vannak. Itt is lesznek, de elsőnek legyen ez. Szarból kell várat építeni. Itt most biztos, hogy vagy lesz ember, aki csatlakozik majd hozzánk, vagy lesz, aki meghal. Faszom a kurva jégrémesbe. Másodperc. Na vagyok, így besiktam az ablakot. Így elvileg most már nem fog behallatszódni, hogy pont most megy a Family Cross-t. Mert éppen jobb időt nem tudod kitalálni. És menjenek pihenni az embereim igazából, mert holnap harcászati dolgok lesznek. Remélhetőleg nem pont raid közben fogunk oda menni, mert akkor tényleg elég nagy szopás lesz. Ez amúgy micsoda? Ja. Problem. Nem problém igazából, ezt elfogjuk, az kész. És hát megmentjük, de ilyen elfogjuk, megmentjük helyzet. Ki az, aki Wardener? Rick. Gratulálunk, megnyerted a játékot. Elsőnek fogd el. Mindenképpen elfogjuk igazából, mert az mellékes dolog, hogy ha elfogtuk, utána mi lesz vele. Hohohoho, te már nagyon szar helyen leszel. Dromlatnak az esélyeit, hogy túléld a helyzetet. Hordárkodni, jaj, de hallott, nem akarsz túlélni semmit se itt, ahogy látom. Semmi harcászat, nem tud hordárkodni, nem tud takarítani, nem tud fát vágni. Ezzel mert semmit rá nem jó. Orvoskodni tud, de hát azt mindenki csehez meg, építeni tud, nem jó, ez még azt mondom, oké. Okay. De megtámadja egy kurva csiga, az is megöli. Ha könnyen csatlakozó, elfogadjuk, hogy belépj. De csak akkor. Hogyha éppen is dolgunk. Na úgy nem sok esélyed van túlélni. Bonville. Ráadásul elég messze kellett érted kijönni, szóval már ez is egy rossz esélye arra, hogy túléld és ne alapanyag legyél. Nos, hol vagy? Ja, ott, oké, ott hozzá. De igen, itt akarok létrehozni ugye egy ilyen vékony kis falat, hogy ténylegesen behatároljam az ellenfeleimet arra, hogy erre jöjjenek, ne pedig megkerüljék ezt a falat, mert úgy ugye elég nagy egy nyílt terület, főleg itt. Ez miatt ugye egy részen kell átjönniük, az most beáll egy, mit tudom én, minigán konkrétan megfogja őket, meg egy sniper. Ez kész, easy win. Bonville-nel a helyzet az legyen annyi, hogy 39% ezzel csatlakozó, oké. Ez kb. Így ennyiből fog kiállni. Elfogadjuk most így, ez miatt elfogadjuk. Szarból kell várat építeni, mint mondtam már párszor. Bonville már képes járni, és milyen problémái vannak így sérülés ügyileg. Törzsá sérült, a felkarja sérült, már úgy képes járni. Mindenesetre, ha mindegyünk csatlakozik, akkor viszont kell építenem még egy szobát. Mert ugye akkor nem elég. Mondjuk az lesz a legkisebb probléma szerintem, szóval kibírjuk. Azon nem fog semmi sem múlni. Összeraktátok valahogy őket? Jó, elvileg igen. Hát legyen akkor az, hogy bepróbálkozunk egy ilyennel. Vagy semminek semmi baja? Te hordárkodni akarsz. Te hordárkodni akarsz, mondjuk viszel nekik kaját, szóval az úgy fontos.
te tanítod a kutyát, te alszol. Jó, akkor ezeket még megcsinálhatjátok igazából. Mert azért mégis el kell látni ugye az embereket. Hány ember nem viszik most egyszer a kaját? 15. Kaja az egy emberre való csak. Te éhes vagy, neki is kéne hozni mondjuk, úgyhogy ez így nem a legjobb. Mondjuk tényleg így hozzászólunk, ez csatlakozik. Plusz egy ember, csak harcképtelen jószág. Szociális szempontból mennyire vagy jó? Hát még arra sem vagy jó, hogy esetleg akkor kaját hordja a roboknak. Nem baj. Jó lesz ez. Jó lesz ez, higgyétek el. 3,2 százal. Jó, mondjuk sérült, elfogadjuk. Teljesen oké. Hogy ez? Hogy ez? Oké, megetheted azt az embert is. Akkor nem szólok, azt is megcsinálhatod. Te hordárkodsz, te meg még alszol. Amint Sparkles viszkaját bonvélnek, azonnal elindulunk lefele, és meglátjuk, hogy mit fog jelenteni ez a következő ilyen titkos zóna, mint ami itt is volt. Egy ekkora zónában volt 3 mekanó, hogy ott vajon mi lehet. Konkrétan egy hadsereg minimum. Talán mondjuk Slug már csatlakozik addigra hozzánk, ugye nem annyira vészes az esély aránya. Hát fel, basszus, nem volt a legjobb. Valakinek valami howling. Relax, hát az engem nem győzött meg, ne haragudj. Pihenés az ráér. Gyere ide kérlek. Sparkless, gyere ide. Sayuri, téged mindenképp hátra tartunk, mert te vagy a docking, te pedig gyere ide. Hogy oldjuk meg? Lehet, hogy inkább ezt a falat kéne ki spécizni magunknak. Itt a mesterlövészként. Valahogy így megold. Legyen az, hogy Spark leszel erre a falra. Mondjuk így. Sayuri ide. Ripley ide. Rick pedig jön ide, és akkor valahogy itt bontunk egy falat. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz, ugye? De előtte persze fogok egyet szévelni, mert hogyha most ez miatt alunk ki, akkor biztos, hogy agyfasz kapok. Így is eléggé lassan halad a sorozat, nem akarom azt, hogy még újra is induljon. Ja, igen, ezért haladunk amúgy lassan, mert egyes sebességem volt. Na jó, addig szévelek. Okay, mindjárt ide érünk. És... Rich pont nem tud bontani falat, mi? Nope, de egy negyedik helyre bebasszuk neki, és akkor ezt a falat ő fogja akkor is kiszedni. Lebontás. Spark lesz pedig így ide. Téged pedig inkább erre elhúzunk. Ne legyen az, hogy közvetlen szembe lövik. Majd mi lesz? Nem biztos ám, hogy lesz itt bármi is. Bár néznék egyet, semmi. Szó szerint semmi. Ti mi a halálok vagytok? Fészek, ilyen kaptár. És ez mi? Meg amúgy egy-kettő a 6 emberre való hely. Nincs elég börtönöm. Ebből is börtön van, kész, easy. Jó, de a kaptárból hogy a fenébe fogjuk őket kilőni? Azt mondja el valaki. Ha van ott egyáltalán ellenfél. ...23 óra múlva fognak ezek elvileg kikelni. Hozzuk ki addig az összeset, amit tudunk így a sérültek közül. Esetleg szétlőni. Egy ilyen ösztűz egyre, az úgy meggyőzne. Azok mi a halálok? Ilyen skorpiószerű szarok. Fucking minigun vagy, bazd meg. Jó, Spark lesz, hatrébb. Úgy van, tarkon lövöd. Jó, az hülye ötled volt.
Jó, ezután indítjuk újra. Na már vissza is tértem, gyors újra töltöttem. Ne haragudjatok, hogy néha újra fogok tölteni. Lesz ilyen a játék folyamán, párszor még. Csináljuk valahogy okosabban. Rick megy, kivontja a falat. Elvileg nem változik ilyenkor meg semmi se. De építész vagy, hidd el nekem, te nagyon is építész vagy. Minden vágy az építés. Tudom, szar vagy, de építész vagy. És megvárjuk, hogy szépen kőjenek a skorpiók, vagy mi a halál lesz. Elvileg úgy volt még egy napon, még újra termeli ezeket a lényeket, szóval ja. Oké, elfogadjuk, hogy mégis újra termelődtek így a semmiből hirtelen. Mert csak úgy vagy, kiszarja magából a lényeket. Felfedeztük a zónát, teljesen jó. Amint kijönnek ezek a kis vackok, kivégezzük a francba konkrétan. Menjünk kicsit hátrébb, tartjuk a távolságot. Hát be kell mennie, hogy Rikke gyorsba érte. És ez mi a halál? Kutyám, majom, meg a speed? Spider. Ilyen meg a pók. Oké, ezt ki kell csavarni. Az ellen nem fogunk úgy menni. Hozom, hozom! Oké, futás, 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 futás! Csak kétszer találtál a társát. A kutya. Jó, hát ez lehet, hogy ő is jól át fog halni. Úgy van, még egy háromszor lőd meg a társadat. Köszönöm szépen, kurva anyját. Nos hát, csináljuk még okosabban, mint az előbb. Ne támadjuk meg őket. Igen, komolyan mondom, megyünk inkább lejjebb. Ugyanis nincs is gyakorlati haszna annak, hogy egyből elfoglaljuk ezeket. Ugyanis lenne 6 darab fogjunk. Hú de jó. 4 kurva egy börtönünk van, és még ebből az egyik kés sincs rendesen. Mondjuk nem tudom, hogy hova a faszom... What? Fuck. Oké, itt érzek valami kis technikai problémát. Egyrésztről innen hova a faszba került az asztal. Szétlőtték, vagy szétverték, vagy mi? Megették? Jó, elfogadjuk. Akkor is kell még ide csinálni legalább 2 börtön, de én azt mondom, hogy még errefele is valamennyire meg kéne próbálni valahogyan kibővíteni, mert egyszerűen kevés a börtönünk. Ez marad orvosi szoba rendesen, és egyelőre azokat hagyjuk, mert kevesek vagyunk hozzá, mint látható. Többet ártunk magunknak, mint az ellenfélnek. Ó, ezt így pontjuk. Köszöntem. És akkor jövünk lefele, ugye erre lejjebb is voltak még ilyen elzárt területek. Egy biztos, ezt ne számoljuk annak. Kibontjuk közben azt is persze, mert már miért ne, de az nem lesz egy vészes zóna, azt tudom. Mert az nem szokott egy ilyen az lenni igazából. És legyen akkor az, hogy elsőnek kibontjuk így ezt. Lebontás, utána pedig bontsuk le ezt. Csak akkor át kell helyezkedni mondjuk ide a minigunnal, ide a sniperrel, ide a kis puskával, tegye le ide. Te meg gratulálok, építész lettél most így rövid távra. Na miután ezt kibontotta, megadjuk neki a következő feladatot, majd ezt. Nem ezt pontosabban, hanem ezt. Itt meglepődnék, ha bármi lenne őszintén szólva. Kétszer kellett visszatölteni 8 perc alatt körülbelül. Azért az teljesítmény. Igen, mint mondtam, ott jó esélye semmi nincs. Szerintem itt lesz már azért valami. Én úgy számolok, hogy egy 2 fogó egy lehetőség. Hova mész? A pityú. Igen, rájöttek, hogy ez egy veszélyes zóna, nem véletlenül fegyverkeztünk végül is ide egy full csapattal, de jó, fejlődtök, rájöttetek, oké. Okay. Wow. Más ilyen zóna, itt a környéken nem hiszem, hogy van, ugye az arról nagy még,
ami plusz 6 embert fog nekem jelenteni, vagy legalábbis, én úgy számolok legalább 3-at. Másik 3 az mondjuk maximum lesz egy ilyen alapanyag. Eléggé durva mondjuk egy 6 ember plusz, akkor viszont a bázist is rohadtul meg kell növeljem. Oké. Hallod? Puzikám. Puzikám. Ki a faszom engedtenek, hogy elmenjetek? Kis hián a társatok életével játszva. Be tudsz oda lőni? Ó-hó-hó-hó. Jó, de! Fucking one shot. Ne a pulykát lőtt. Szóljon már neki valaki, hogy ez így nem kóser. Gyere kijjebb. Mekkora kár. Hát konkrétan a faszban is lába. És neked faszban is lábad, oké. Ne azt a kurva tüzet olcs, bazd meg. Jó, ez is újra lesz töltve, ez biztos. Ebben a részben nem fogunk még ezekkel szarakodni. Na, csapó 3-4 vagy valami hasonló környéke vagyunk. Azt mondom, hogy ez borzalmasan, rosszabb, mint a másik konkrétan. Nem is az, hogy borzalmas, rosszabb, mint a másik. De ezt se tudjuk meg csinálni, szóval ezt a részt valószínűleg egyelőre hagyjuk. Nem fogunk ezzel szarakodni, hanem amint van lehetőségem, csinálunk majd csapdákat. Mi a halál az? Bútor, biztonság. Mert csinálunk ide csapdákat, konkrétan csinálunk egy ilyen kurva hosszú folyosót, telebaszom csapdákkal, kinyitom ott a kaput, gyertek hülye gyerekek, ennyi. Szépen bele fognak sétálni, majd valahogy lesz egy élő csali emberünk, de remélhetőleg jó áldozat lesz. Bonville mondjuk, hogyha egyszer nem tud harcolni, mégiscsak legyen meg a harci haszna. Mindenesetre börtönöket mindenképp kell építenem, ez fix ugye. Úgyhogy ebben a részben az biztos, hogy meg lesz, hogy nekiállok a börtönök kiépítésének, hálószobák kiépítésének is, ugye neki kell állnom valamennyire. Egyszerűen túl kicsik ezek, 1, 2, 3, 4 hely van belül. Egy mondjuk jön ide. Mondjuk így idáig lebontjuk. És akkor igazából ebben a részben valószínűleg ezek lesznek, hogy kicsit kibővítem a bázist, és rákészülünk a következő részekben, hogy ne gyalázzanak meg minket. Mert ez most elég nagy meggyalázás volt. Erre fele mennyire hosszú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 belső rész van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ideig lehetne elzárni. Ez itt át lesz építve egy kicsit. Egy, kettő, három, négy. Mi a faszom ez a frame drop? Valahogy így mondjuk. Ez egy, kettő. Nem tudnám úgy megoldani, hogy értelmes emberi kinézete legyen. Szóval egyelőre ez marad így. Ezt itt lebontjuk. Hőmérséklet, ezt ide átrakjuk, sőt ide rakjuk, hát már erre biztosan fogunk ma úgy terjeszkedni. Miért megy le 10-re az FPS-em? Na jó, miért megy 3-ra? Inkább az érdekel.
Jó, hát elsőre megpróbálom a hálószobákat kialakítani, másodjára ugye a börtönrészleget, és csak utána ugrok igazából neki annak, hogy ténylegesen új tagokat szerezzek, ugye fogolyként elsősorban, utána majd meglátjuk, hogy milyen státuszuk lesz kicsit később. Mennyi fa van? Pff, 81. Jó, valamennyi van persze kinn is, de 81, maradjunk ennyibe. Kell itt egy jó adagot összeszednem. Úgyhogy ezt a részt itt ki is pucolhatná az emberkénk. Hogy álltok ti így ezzel a csatlakoztok dologgal? Hozzáteszem, egy ideig ez se lesz börtönrészleg, sőt valószínűleg ezt teljesen be is fogom szüntetni, mint börtönrészleg, ugyanis hogyha egy börtönben lesz több ember és hirtelen az egyik megbolondul, akkor neki fog menni ugye a másiknak, és ez az a hátrány ér ugye, hogy konkrétan a leendő tagokat megölik. Ha viszont bemegyek, hogy rendet tegyek, akkor jó, hát jó eséllyel nekem fognak fordulni, és ez miatt lehet, hogy rendes, már létező tagomat megölik. Eléggé veszélyes. Már itt ez, most is én azt mondom, hogy egy kicsit necces a terület, vagy a helyzet, de szerintem nem egy olyan vészes dolog, legalább egymás egy kicsit megismerik. Mondjuk olyan hú, de nagy kapcsolatok egyelőre nem szövődtek. Majd kialakulnak. Amúgy majd akarok csinálni egy ilyen kannibál kolóniát is. Elég nehéz összehozni egyelőre mód nélkül, és nem tudom ugye berakni azt a traitet, hogy kannibál legyen, hanem ezt csak így randomra bedobja egyszerűen nekem, ugye, amikor válaszom a karaktereket. Ritkán adja be, maradjunk annyiba. Kéne hozzá valami módon, hogy lesz meg tudom oldani, hogy kiválasztom, hogy kannibál, és akkor konkrétan lesz egy olyan börtönkolóniánk, ahol a rabokból nem mint csatlakozó tagok lesznek, hanem mint kaják konkrétan. Igaz, hogyha olyat találunk, aki szintén kannibál, akkor viszont csatlakozó tag lesz belőle. Ezt lebasszuk ide, falnak. Nem ártana ajtókat leraktam, nem? Azt mondják, az néha nem árt. Ez ajtó? Nem, ez fal. Jó, igazából jól állunk, azt lehet mondani. Legalábbis az építkezéssel, semmi másra nem amúgy. Hogy áll a csatlakoztatási projekt? 8,2% és nem adja be. Már azt hiszem másodszor próbálta be, ráadásul ezzel az értékkel. Nem akarja az igazságot. Energiaügyében hogy állunk? Teljesen jól elvileg. Mondjuk tegyük hozzá, hogy itt most lesz valamennyi kis üze is. Plusz tag? Plusz fogoly? Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Rick, gratulálunk, te nyerted meg a fogoly elfogós projektet. Remélhetőleg nem kell túl messze menni, érted? Aki Dinának hívnak. És hogy a faszba van már most mínusz értéked velük, miközben nem is ismered még őket. Na mindegy. Tudósnak jó, tüzet nem tud oltani, legyen, elfogadjuk. Jó az állatoknál, hú, de félreértező hangzok, nem mindegy. És némileg még be tud segíteni a bányászkodásban is, valamint az építkezésben, de valószínűleg ő valamilyen takarító személyzet lesz itt nálunk, de majd meglátjuk, hogy milyen körbe tudjuk beosztani főként. Mindenképpen ugye közelharci fegyverzetet kell neki adni elsősorban, de bár én inkább jobban örülnék egy távolharcnak. És pozitív személyiségnek mondható, jó munkasebességgel és így megbízhatónak, úgyhogy teljesen jó. Gratulálunk, megnyerted az állást nálunk. Mármint a fogoly állást. Igazi álommeló. Sérülések mekkora mértékűek? Hát igen, kapta az áldást, ezt látom, de teljesen rendben van, még el lehet látni. Mennyire húg, de messze kell kijönni érte, nem annyira húg, de messze. Ugye ő már valamelyik ilyen börtönbe fog egyelőre lakni. Nem baj, attól függetlenül igazából tud majd csatlakozni. 1, 2, 3, 4, oké. Építjük közben itt a börtöneket is valamennyire.
Bútorzat szempontjából ugyanúgy ágyakat kapnak, igazából semmi extra a bútorzatot nem fogok nekik adni. Szék. Illetve egy virág. Ja igen, itt viszont ugye el van baszva nekem a bútorzat, meg minden. Hát máshogy van az ajtó, azt így ez miatt kellett átrendezem konkrétan az egészet. Illetve ott még be kell raknom egy ajtót, mert most jelenleg egy börtönnek kevesebb az, ami üzemel igazából. Na. Mennyire vagy Dinától még? Már elvileg hozod vissza. Teljes orvosi ellátás kap, már csak azért is meg van elég gyógyszerünk, illetve szeretnék, hogy csatlakozna. Szerintem gyorsan fog csatlakozni, nem lesz vele egy hú de nagy probléma, úgy érzem. Majd lehet létre lesz itt hozva egy ilyen nagyobb, mondhatni, ilyen város. Majd lesz itt valószínűleg egy ilyen folyosó kialakítva, és akkor itt lesznek ilyen lakókörletek, mert minden vacak, hogy tényleg is lehessen itt akkor aludni. Miért ott kanyász a börtönbe? Parom állat. Valakinek el kéne látni a Miss Dinát, aki csatlakozzon hozzánk. 65% a vagy 65% a nehézsége. Bonnie-nak azt hiszem egy kicsit alacsony, igen 39%. Jó, igazából gyorsan fognak csatlakozni egy relatíve, szóval már legalább lesz, aki tud lőni is, még ha inkább közelharcra is van specializálódva. Bonnie pedig hát ugye gratulálok, mint Csali. Ez lesz, máshogy nem tud csinálni igazából. De azt is milyen durva lesz, amikor 6 ember fog csatlakozni, ha 6 ember fog csatlakozni ugye innen lentről hozzánk. Aztán ki tudja milyen emberek lesznek, mert ugye mindenki azért hozzá csatlakozhat. Meg hát nem is mindenki akar, illetve hát van aki ugye úgy végzi mind a hogy hívták a csávot. Vagy nőt, vagy nem tudom ki volt az. Meghibásodott ez a vacak, jó, javítsátok meg, teljesen rendben van. Igazából nem nagyon zavar, hogyha meghibásodik teljes egészében, mert nem használjuk úgyse. Úgyhogy nem vészes. Mik ezek a frame dropok? Komolyan. Nem egy atomjáték. Be kell pakolni ugye az ágyakat, ebből is ugye egyből a nagyobbakat adom be. Egyelőre ugye a minimalista bútorzattal, de hát ez van. Még ez a plusz ilyen 5 dupla ágy is rohadtul kevés amúgy, hogyha csak azt a 6 embert nézzük ugye. Úgyhogy plusz még ugye itt van 3, akiket be akarok csatlakoztatni, meg még van 4 emberem. Igazából elég durva kis bázis lesz, szóval minden jól megy, akkor körülbelül olyan 12-13 ember, de minimum 10 emberre számolhatok, ugye? Ha csak nem tényleg mind a 6 egy olyan, hogy kivégezni való, mert akkor azt mondom, hogy mind a 6-ból hát konkrétan ilyen alapanyag lesz. Hú, de lesznek ellenkezések, meg minden bar, vagy azért lázongások majd, és egyből is kiszedek valamit. De ez most egy kicsit idegesít, hogy nem tudtam bevenni azt az egyik ilyen elzárt zónát se sikerült lootoljam. Ez elég sok érték szokott egy ilyen helyen lenni, szóval ugye emberek. És ez azért zavar most így. Más ilyen kisebb esetleg, ahol valószínűleg csak ilyen 1-2 darab van. Nem 2 bionikus tank, meg 2 darab olyan fasz tudja micsoda. Az sem volt amúgy nehéz, csak kilépett az válását szavasz. Utána a társam tarkon lőtte a másikat. 3-szor. Szóval ez megint egy jó teljesítmény volt. Gyógyszerellátást kapsz? Kapsz elvileg, jó. 3,7% esély, elvileg teljesen fel is épültél. Teljesen rendben van.
hogyha elkészül viszont az ágy, akkor nem tudom, te hol fogsz meg. Jó, van itt meg egy plusz. Mert itt is igazából jó, tudunk haladni, tudunk, nem probléma. Sírókat viszont kellene majd ásni. Hát jobb hiány, ide húzom föl őket. Elég sokat. Fölkészülünk arra, hogy azért lesznek itt áldozatok meg. Már csak azért is, már ugye hamarosan lesz valószínűleg egy raid is. Sayuri és Ripley mit csinál kint? Fát vágok, oké. Hát én ebben az időben nem vágnék fát, már nem azért. Oké, hogy lelkesek vagytok, mert minden, de az életetekért küzdök. Amúgy is tudok rendesen csinálni majd lakókörletet, ugye, mert nekem itt van egy geódom. Ilyen geotermikus kút. Ezt is egyrésztről ki kéne használjam, másrésztről pedig erre nem tudok ugye ráépíteni értelmesen. Mert ugye akárkinek a szobájában benne lenne, az körül konkrétan élve elégne. Szaunának. Tényleg ilyen szaunának miért nem lehet csinálni? Vizet beömleszteném ide. Na, talán az első éjszak, amikor itt tud aludni. Mindig őt ugráltatom. Milyen fegyverekkel vagyunk még elállva? Hát igazából semmi extrát nem látok. Molotovot még talán valamelyik meg fogja kapni. Bár nem biztos. Éj, de mondjuk jó lett volna tényleg le. Tabaszom az ajtóval, vagy mi a fene az, amit csinálok ugye öt járatot. Tabaszom oda a tüzet, az gyertek át rajta. Átfélnek, mint a szarvány, nem érdekli őket, de tudtam meg. Én próbálkoztam legalább. Jó, meghallom, hogy hullákat is ide elhordjuk egyelőre. Tűz. Jó, azt majd eloltják. Igen, ezt mondtam. És neked mi a halálbajod van? Most komolyan miért ládott? Mi? Megosztott, szóval ez miért képes vagy ládadni? Mégis megölöd a társad, akkor már nincs megosztás. Ripley. Talán te vagy az, aki a legkisebb kárt tudsz okozni egy fucking milligánnak. Remélhetőleg amúgy egymást nem ölik meg. Jó, szerencsére Slug nyerte meg, akinek volt annyi hideg vére, hogy nem ölte meg. Nem tudom valahogy átrakni ide, nem. Rick, meló. Innen átrakjuk amúgy mindegyiket, nem lesz ilyen megosztott szoba. Csak előtte abból, hogy lássuk el őket, mert most jelenleg elég rossz a helyzet. Miért mész? Ne kajáltatni akart, összerakni. Ezt fenntartva a Sayurinak. Ragd össze valahogy. Utána pedig szépen itt be lesznek hordva. Nem érdekel, hogy ott nincs egyelőre asztal, eszik a földről, hogyha hülye volt. Én megadtam a lehetőséget egy rohadt jó helynek. Ennek sincs semmi baja, ahogy látom, teljesen jól érzi magát. Kicsit éhes azon kívül ugye. Hát igen, egy kicsit jobb doktor Sayuri, de Rick se panaszkodhat, úgy látom. És ezeket a sérüléseket össze tudta rakni. Milyen sérüléseket tudtak amúgy egymásba ezek okozni? Ahogy látom, ilyen konkrétan ütötték egymást. Így, te kaptál az elsípcsony törés, de megérdemelted, maradjunk ennyibe. Olcsón megúsztad. Gondolom az volt az, amivel lesz sikerült terítenie.
amint helyre jönnek, átpakolásra kerülnek. Ez pedig igazából meg lesz csinálva egy lakóövezetnek. Valószínűleg innen is majd el fogjuk úgy hordani idővel a dolgokat, és akkor itt is lakóövezet lesz. Hülye gyerekek. Ölik egymást. Nem ám az, hogy megpróbálnak összefogni és elszökni, vagy valami. Ne, ő nekik a nagy szoba kell. Az a vicc, hogy ez egy szoba kb. Akkor, mint az a négy. Most majd meg tudják, milyen volt a nagy szoba. Na mindegy. Valahogy az ilyen áttérítéssel kéne valamit kezdeni, hogy végre csatlakozzanak hozzánk. Oké, Slug már helyre jött. Megy haverkodni? Ki kezdte ezt a balhét egyáltalán? Elvileg Bombay, vagy mi a fene volt az? Ó, Pina, gratulálunk, te gyorsan csatlakoztál. Milyen képességekkel rendelkezel? Igazából az alapokat beállítjuk, a többi az már engem annyira nem fog érdekelni, mert mindenhova van emberünk, de azért beosztunk. Dina, kérdez szépen, egy okos és jó állatgondozó emberke. Okos, úgyhogy tudomány, és jó állatgondozó, úgyhogy... Melyik az? Ez az elvileg. Úgyhogy te az állatokat teljes egészében dolgozhatsz. Ez egyre rosszabb. Na mindegy. Bányászathoz és az építészethez valamennyire értesz. Megadnám a lehetőséget ez ügyben is. Ne bányászat, inkább az építészet akkor már. Nőt a szem annyira küldök bányába. Annyira. És mi az, amit még kéne csináljál? Legyen igazából így. Harmadlagosan plant cutolhatsz, ugye vághatod itt a fákat. Igazából többi az nem egy olyan vészes dolog. Ennyi. Túl sok munkád nincs. Építs fel egy várost. Konkrétan. De felszabadult két teljes szoba. Csak Bombay az... melyik lábadozik. Igazából őt várjuk egyedül. És milyen szociális kapcsolatok vannak itt? Az az érdekes, hogy még így is van pozitív viszony. Szóval... oda még szétverem a fejedet, de azért haverok vagyunk. Ez kb. Ez a helyzet. Fél százalék. Mi a fenétől fél százalék? Oké, elég szar a helyzet. Elfogadjuk. Ne, hanem hord át innen a rabokat. Így van. Szépen mindegyiket vidd a helyére. Új szoba. Úgy őt is. Itt vagy ma fél éve. Dina ide jött és konkrétan csatlakozott instant. Hát gratulálok. Nem valami sok mozgás helyet vagyok amúgy a raboknak. Ki lehet, hogy ez miatt is lesznek még balhék. De aki nem akar rab lenni, az csatlakozik. Ha megengedem neki persze, már ez sem mindenkinek van meg. Na, Slug, mit szólsz az új helyhez? Hány százalék? Először, másodszor, fél százalék? Egy százalék? 0,2? Ó, 2 százalék. Ennyi nem szokott lenni. Egy jelni. Itt amúgy jól állunk most már. Kérdés az, hogy tetőt azt mikor tervezik az embereim megcsinálni. Bár elvégig automatikusan meg kéne csinálják, szóval nem is kell semmit se bejelölnöm. Viszont itt meg kell csinálnom sorba a hőmérséklettel kapcsolatos dolgokat. Ide, ide. Ide. Ide és ide. Mert hát ugye most még egyelőre elég szar itt a helyzet. Akárki ide beköltözik, megsül, mondjuk egyelőre még nem, mert nincs tető.
De egyik szoba majdnem elkészült teljesen. Ezek mekkora szobák? Három, négy, öt, hat. És mekkora szobak ez? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Szóval még egy kicsit kéne hozzá toldani, és akkor utána lehetne errefele jönni. És egy, kettő, három, négy, itt egy fal. És akkor egy, kettő, három, négy, itt egy fal. Plusz kettő szoba, oké. Okay. Egy, kettő, három, négy. Falat behúzzuk. Lebontjuk. Lebontjuk, lebontjuk, lebontjuk. Igazából lebontjuk. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és igazából ott egy kicsit le kell vágni egyetlen egy csukot belőle. Mivel tudok úgy levágni belőle, hogy ne legyen útba. Delete zone, de csak egy csikot, egy csikot, egy csikot. Ügyes vagy. És akkor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ez meg elvileg akkor annyi, amennyi kell nekem. Így ide, és majd a bútort az utána berakjuk. Valamennyit ismételten tudtam így haladni, ugye plusz 2 hálószoba. Még ha kicsit messze is van, össze-vissza is van az egész, de nem igazán mondható az egy old szervezet résznek őszintén szólva. Az egész város egy ilyen össze-vissza szedett vedett. Mindenképpen akarok amúgy majd valamilyen komoly börtönkolóniát csinálni, de ez nem lesz meg így ebben az egészben. Valahogy ilyen nagyon össze-visszaság. Azt nézem igazából, hogy mi az, amivel jól állunk, mi az, amivel rosszul. Élelmiszerügyileg teljesen jól állunk igazából. Gyógyszer van. Igazából tényleg az az egyetlen probléma, hogy egyelőre nincs elég alapanyag, így fa meg hasonló, hogy tartsuk a tempót és hogy mindent szépen meg tudjunk építeni, de ez csak időkérdése, hogy minden meglegyen. Elvileg nem végeztek kinti munkálatokkal, bár azért végeztek ma vele, úgyhogy kapnak itt még egy kis munkálati lehetőséget, ezt még kivághatják. És amondó vagyok, hogy ez a rész így már ennyi volt. Következő részben valószínűleg befejezem ezeket a részeket, és hát talán még egyszer meg fogom próbálni ezt a külső részt, ugye az ilyen mechanoidoknak a részét bevenni. Elsőnek megpróbálom egyből lesz, hogyha lesz elég börtönöm. És tudom, akkor csatlakoztatom őket, ha már mind amelyik olyan. Aztán lehet, hogy ismételten egy visszatöltéssel fogunk gazdagodni, de haragudjatok érte, ebben a részben is ugye volt pár, de hát nem nagyon tudtam máshogy megoldani. Ahhoz nem volt kedvem, hogy teljesen újra kezdjem a játékot, ez miatt, szóval amúgy meg nem ugrottam volna bele, csak tényleg akartam valami kis ilyen relatíve izgalmasabb részt csinálni, így ezzel a harcászattal, aztán nem jött össze. Mindenesetre köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és hogyha nem szeretnétek lemaradni a további részekről, de még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor tegyétek meg, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!